Nem biztos a koronavírus. Mit szólsz hozzá, meg vagy már rendesen ijesztve? Hát, ahogy ezt tálalja a sajtó, hallod, ez tényleg úgy tűnik, mint egy második tifusz vagy kolera járvány. Pest is! Én azt hallottam az osztrák rádióban egy professzortól, hogy nem kellett ő már összetolni magát senkinek, egy picikével veszélyesebb, mint egy sima influenzavírus. Abba is halnak meg emberek az influenzában is, hogyha mit tudom, mert rosszabb egészségi állapotban van. Igen, vagy ilyen öreg legyen gyógyszerzőzet. Állítólag én azt olvastam, hogy Kínában is nem boldog-boldogtalan tűzzel, hanem azokat, akik így tényleg nagyon gyengék. Gyenge a szervezetük. Én azt gondolom, hogy emögött az van, hogy el akarnak majd nekünk adni valamilyen mi ez? Védőoltást. Igen. Pedig aki egy kicsit ért hozzá, az tudja, hogy a vírusok ellen igazából az immunrendszerünk az egyetlen, aki fel tudja venni a harcot. Uh-huh. Mert olyan gyorsan mutálódnak a vírusok, hogy... Nem segít a védőoltás? Egyfajta, tehát például itt van ez az influenza védőoltás, amit szoktak az emberre rábeszélni. Az a, nem tudom, hogy mennyi influenza vírus fajból néhány ellen nyújt védelmet, de egy csomó ellen nem. És mi van, ha te azt kapod? Tehát most vagy van védelem, vagy nincsen. Most. Amikor láttam egy érdekes videót arról, hogy mi a különbség a vírus meg a baktérium között, az nagyon tetszett, hogy a baktériumnak vannak biokémiai folyamatai, őt meg lehet ölni kvázi, a vírus azt nem él. A vírus az gyakorlatilag egy információ, olyan, mint egy palackposta, amiben van egy üzenet. És a sejt megnézi, a hülyéje kinyitja, elolvassa, azzal menő, hogy add tovább. És akkor elkezdi írni az üzeneteket a többi sejt. Ez egy hülye komolyan veszi. Nem foglalkozik a saját munkájával, hanem csak ezeket az üzeneteket írja, amik bele nem döglik. Azért nehéz a vírus ellen küzdeni, mert ő neki akkor a sejtet kell megölni, amelyik a baktéria, vagy a vírusnak az üzenetét éppen körmöli. Értem. És ha megölöd a saját sejtjeidet, az nem igazán megoldás. Nem hasznos. Ezt én... Azt én úgy tudom elképzelni, hogy az immunrendszer az egyetlen, aki kiadhatja a parancsot a sejteknek, hogy figyeljetek, ha jön egy palack, aminek piros a címkéje, az ne nyisd ki. De ha már rózsaszínű jön, akkor azt nem tudja, és az kinyitja. Tehát, hogy az immunrendszernek kell felismerni, hogy ez a ravasz vírus már megint megváltoztatta a címkét, és szólnom kell a sejteknek, hogy azt se nyisd ki. És ez valahogy így működik. Tehát az egyetlen jó védekezés egy csúcsra járatott immunrendszer. Így van. Vagy egy ilyen koktél, egy jó kis fória és koktél. Nem néz ki jól, azt kell, hogy mondjam. Nem néz ki jól. Csinosnak nem csinos, de nagyon hatékony. Igazából én tényleg észreveszem magamon, nem csak azt, hogy... Tehát most így néz ki, ahogy én beteg vagyok. Nem vészes? Nem, ugye? Azért nem annyira rossz. A logisztika tanárunk úgy jött be egy ekkora sállal, piros orral. Azt hittet, hogy olyan bóc. Alig tudott megszólalni, és akkor mindenki csoportosan sajnálta, hogy milyen beteg, és mondta, hogy ő beteg? Látnánk a barátnőjét, aki két hete az ágyat nyomja, na ő beteg? Neki így néz ki, hogyha beteg. Mondtam, hogy hát szednie kéne egy kis ganodermát meg kordicepszt, és képzeld, de azt mondta, hogy ő szedi. Bécsben van egy biobolt, oda jár, ott veszi. Igaz, hogy nem DX-enes, de végül is. Hát, ugye. Oké, hogy mi vagyunk a legjobbak, de azért vannak mások is, akik jó. Ez olyan nagyképűen hangzik. Persze, tudom, hogy igaz, csak nyilván mindenki a maga lovát dicsérje. Nézd, egy olimpiai bajnok mondhatja magáról, hogy én vagyok a világ legjobb. Ennyi. Így van. Azért kurva sokat dolgozott már. Bocsánat a profán kifejezést, hogy ő legyen az olimpiai bajnok. És visszatérve mondtam neki, hogy én meg így nézek ki, amikor beteg vagyok. Nem tudom, hogy visznek vette el, vagy nem, de valóban nekem is egy picit reszel a torkom, meg néha fújom az orrom, de gyakorlatilag ennyi és nem több. Emlékszel, hogy néztük a biorezonancia gépet, hogy most épp a hörgőimnél nagyon rosszat mutat, és ahhoz képest meg nem úgy nézek ki, mint aki nagyon beteg lenne. Ez két, is hatosaim voltak tegnap egyébként. Ez két immunrendszer között a különbség, hogy az egyiket ledönti teljesen a lábáról egy vírus, a másik pedig még csak betegnek sem néz ki, egy nagyon picit érzi. Így van. Igen, mert ez nem mindegy, hogy
hogy ha te is elkapod, vagy én is elkapok bizonyos betegségeket, de ami a folyamánya, hogy 3 hétig fekszel otthon, vagy bejön a kórházba is bevisztek, és infúzióra kötnek, vagy köhögsz egy kicsit, azt jól van, csinálod az életed, ahogy szoktad. Úgyhogy, ha lehet választani, akkor inkább ezt választom. Én is. Egészségedben.